Akár ki is csírázhat a gabona, ha tovább lehetetleníti az aratást az időjárás. Gömörben az egy hete tartó heves záporok, zivatarok miatt állnak a munkagépek, több gazda nem tudta befejezni az aratást. Míg tavasszal a trópikus hőségek, a szárazság okozta a problémát, addig most az eső jelenti a legnagyobb gondot. A gömöri régióban ezek után is rendkívül hamar, már június végén elkezdődtek a betakarítási munkálatok. Gömörbe a repcék, az őszi arpak már június utolsó hete, július első hete elején valgoltak, úgyhogy már arattuk. A terméshozamok ott is gyengébbek, mint normál évben szokott lenni. Azok, akik azonban időben le tudtak aratni az ősieket, azoknak a minőség megmaradt, a búza az majdnem mind élelmiszeripari minőségbe jött le. A repcép is jó minőségbe jöttek le. Akiknek nem volt tehetségük ahhoz, hogy bebiztosítsák a kombájnokat, az aratógépeket időre, azok bizonyos már szenvednek, mert még mindig tudok olyan arasbajat, hogy nincsen az őszi repci elrátva, még mindig tudok olyat, hogy nincs, hogy még nagyon sok őszi búza van kint, úgyhogy itt ez már tényleg kimondottan csak szenvedés is, és itt már valami nagy minőségről ezek után, az esők után nem lehet beszélni. A térségben ezek után minden további csapadék csak tovább rontja a kalászban a szemek minőségét, ami a beltartalomban mutatkozik meg. Romlik a fehérje és a sikértartalom is. Számos parcellán a heves esőzések után már ledőlt, vagyis fekszik a búza, a szemek kezdenek sötétülni, befeketedni. A Hanvai Agrárius Kft. Gömörben az egyik legnagyobb mezőgazdasági vállalat, saját kombajnjaiknak köszönhetően a termés nagy részét az eső előtt be tudták takarítani. Sűrűvetettjeink repcével együtt, ami aratásra kerülnek mostan, az olyan kb. 800 hektár, ezen belül 120 hektár maradt körülbelül kint, ami az esőzések előtt ma nem tudtunk levenni. Gyakorlatilag a terméshozamunkat nevezhetném átlagosnak. Igaz, az enyhe csapadék, ami tavasszal jött felénk, az nagyon kis mennyiségben volt, főleg a május tudom kiemelni, ahol 2x5 mm esetleg itten a mi falunk környékén. Igaz, Gömörvidék nem nagy vidék, de a csapadékban is megosztott, mert hallottam gazdagtól, hogy picit néhol több esett, néhol még kevesebb. Igaz az a mondás, hogy a májusi eső aranyatér igenis alá tudom támasztani, ugyanis a terméshozam kiesés egy ilyen csapadék mennyiségtől körülbelül a számításaim szerint 20%-ot is el tudja érni. Ez azt jelenti, hogy vannak parcellák, ahol nincsen haszon pont egy ilyen eső miatt. Nem csak a termőföldeken, de a gyümölcsösökben is jelentkeznek a gondok. Az elmúlt két rossznak mondható év után az idén szinte minden tökéletesnek indult. Szép termésre, sikerekre számítottak a gyümölcstermesztők. Ez szép is volt addig, még ezek a tavaszi szárazságok nem jöttek be. Nagyon szépen elvirított minden, semmi nem fagyott le, mindent meg tudtunk védeni. Egyedül az a probléma, hogy a Vajvölgyén nagyon-nagyon kevés a víz. A Vajvölgyét más néven szárazvölgynek is hívják, vagy nevezik is, és ez itt kezdődik a probléma. Így nálunk a gyümölcsösbe öntöző rendszer kiépítve nem lehet, mivel nincsen elegendő víz, és a termésnek egy jó része már május végén elkezdett lehullani. Ha ilyen csapadékos, párás és szélmentes marad az idő, akkor tovább romlik a gyümölcs, valamint a gabona minősége, és ha túl sokat várnak az aratással, akkor a végén kicsirázik a maga kalászban, ezt persze azért igyekszik mindenki megelőzni. További következménye a párás, nedves időnek az is, hogy a gombabetegségek könnyen megtámadhatják a növényt, ami tovább csökkentheti a termény értékét.